A Creality új K1C 3D nyomtatója, a közkedvelt K1 javított verziója. Ezúttal nagyon menő, piros színben is elérhető Bayern München matricával. Idén nyáron lesz a foci EB, valószínűleg ezért álltak elő ezzel az ötlettel. Most akkor nézzük meg, megéri azoknak is a készülék, akik nem biztos, hogy foci rajongók. A K1C jelölésben a C betű a carbon fibert jelenti, vagyis szénszálas anyagokat is nyomtathatunk vele, a dobozból kivéve alapkiépítésben. Akár 600 mm per szekundum sebességgel is dolgozik a gép 300 Celsius fokon. A tárgyasztal mérete 22x22 cm, az építés magassága pedig 25 cm, ami a zárt Core XY nyomtatók között egy közepes méretnek számít. Az építőlap ezúttal egy sima PEI bevonatú lemez, amelyre gyárilag az van ráírva, hogy ragasztót kell használni a PLA nyomtatásakor. Megmondom őszintén, az elején féltem ettől a sima felülettől, hogy nem lesz jó rajta a tapadás. Viszont ragasztót egyszer sem használtam a nyomtatás során, mert azt tapasztaltam, hogyha a gyári hőmérsékletnél egy picit melegebbre állítom a tárgyasztalnak a hőmérsékletét, akkor nagyon jó tapadás lehet elérni. Én 60 Celsius fokra állítottam ezt az értéket, amivel mindig jó eredményt kaptam. A lapot két csavar segítségével tudjuk a helyére kattintani. A sima lap a tárgy aljának a textúráját is meghatározza, nagyon klassz sima tapintású felületet kapunk ezáltal. Ha már a lapnál tartunk, van rajta egy szilikon gumi rész is, ahol a fúvókát tisztítja le a gép a nyomtatás elején. Ez hasznos szerintem, hogy a kezdeti szintezést tiszta fejjel pontosan tudja elvégezni. Nézzük meg a házat egy picit közelebbről. A dobozvázát a piros alumínium keret adja, amelyben nagyon jól néznek ki az átlátszó plexi oldallapok és az üvegajtó, amin gumírozott szalagok vannak, hogy jobban szigeteljen, illetve ne csapódjon akkorát becsukáskor. A ház belsejében van világítás és kamera is. LED világítástól ne várjunk túl sokat, egy pontból világít, tehát aki videókat szeretne készíteni a nyomtatásról, annak szerintem érdemes egy szélesebb LED szalagot beszerelni. A kamera úgynevezett AI funkciókat is tud a timelapse felvételek készítésén és a nyomtatás megfigyelésén kívül. Az AI funkció itt azt jelenti, hogy észreveszi, ha a nyomtatás megkezdésekor ott hagytunk valamit a tárgyasztalon, meg ha a nyomtatás közben valahol felenged a tapadás, azt is ki tudja szúrni. A videó felvételeket a gépről pendrive-ra tudjuk kiexportálni. Ha több különálló objektum van a felületen, és az egyik esetleg elengedni a tapadást, akkor sem biztos, hogy az egész mehet a kukába. Nyomtatás közben a webes felületen ki tudjuk választani a hibás elemet, és ezt a továbbiakban nem nyomtatja a gép. A többi hibátlan részt pedig vidáman be tudja fejezni. A házban jó néhány ventilátort is találunk. A legnagyobb az oldalsó nagyhűtő, ami a modellhűtésért felel. Ez minimalizálja a szálasodást és a hullámosodást a hidak és a kiugró részek nyomtatásánál. A nyomtató fején két hűtő van, az egyik a hotendet, a másik a nyomtatott felületet hűti. A gép hátulján is találunk egy szénszűrős ventilátort, ami a házból fújja kifelé a levegőt. Ezek a ventilátorok elég hangosak tudnak lenni még akkor is, ha zárva tartjuk az ajtót és a tetőt. Az előtt K1-hez képest a legnagyobb változás a trimetál fúvóka, amit a cég unikornisnak becéz, gondolom a formája miatt. Ezzel kiküszöbölték a K1 legnagyobb hibáját, hogy gyakran eltömődött a fúvóka, és az extrudálás sem volt mindig tökéletes. A Direct Drive extruderen is javítottak, cseréltek benne néhány műanyag alkatrészt. Ami nagyon klassz, hogy a nyomtató 3,4 colos képernyője nagyon jó minőségű, jó felbontású, és az érintő képernyő is kapacitív, tehát a mobiltelefon képernyőkhöz hasonlóan érintésérzékeny. Ezen minden funkciót könnyen elérhetünk, és figyelemmel kísérhetjük a folyamatokat. Azt tapasztaltam, hogy nyomtatás közben is mászkálhatunk a menüben, kezelhetjük a fájlainkat, a pendrive-ot, a legtöbb funkció ilyenkor is elérhető. Ha a nyomtatás közben kifogyna a filament, akkor van benne egy szenzor, ami ezt érzékeli. A menüből intézhetjük a szál cseréjét, ami egyáltalán nem bonyolult. Viszont figyeljünk, hogy a nyomtatófej tetején van egy zármechanizmus, amit filament cserekor ki kell oldanunk,
majd utána visszakattintani. Többször próbáltam nyomtatás közben is a filamentcserét, utána szépen folytatta a modellt, nem volt semmi probléma vele. Ha netán áramszünet lenne, akkor is folytatni tudja a nyomtatást ugyanott, ahol korábban abba hagyta. A készüléken egyébként egy darab hálózati kapcsoló van, ennek felkapcsolásakor azonnal indul a bútolás, nem kell még egy plusz gombot megnyomnunk az induláshoz. Ez azért előnyös, mert ha távolról szeretnénk elindítani a nyomtatást, akkor egy okos wifi konnektorral be tudjuk kapcsolni a gépet. Ami kevésbé tetszik nekem, az a tetején lévő fedél. Egyrészt nem felnyitható, hanem le kell szedni és félrerakni valahova. Másrészt a fej bal felső pozíciójakor a kábelezés hozzácsapódik a fedélhez, ami néha meg is emeli egy kicsit. Adnak egy öntapadó gumiszalagot is a fedélhez, amit fel kell ragasztanunk azért, hogy ez a hozzádörgölőzés kevésbé csattogjon a fedélen. A ház elején találjuk az USB portot, ehhez egy pendrive-ot is kapunk, amiről felmásolhatjuk a kinyomtatandó fájainkat. Mondjuk ezt olyan sokszor nem próbáltam, mert a legtöbbször Wi-Fi-n keresztül indítottam a nyomtatást. A nyomtató kezelhetősége nagyon felhasználóbarát, kezdőknek is ajánlom. Alapból egybeépítve érkezik, csak a képernyőt, filamenttartót kell felszerelni, és a három sárgán megjelölt csavart kell eltávolítani. Az első bekapcsoláskor végez egy rezgés kompenzációs kalibrálást, megcsinálja az automatikus szintezést, ezután kezdhetünk is nyomtatni. Az automatikus szintezést én egyébként minden nyomtatásnál beszoktam kapcsolni, hogy ne legyen probléma az első réteggel. Megjegyzem, nem is volt problémám egyszer sem ezzel. Szoftverek tekintetében nagyon sok lehetőségünk van. Nyomtathatunk az USB-ről, használhatjuk a mobilos Creative Cloudot, és a számítógépen a Creality Print szoftvert. A Creality Cloudot én inkább csak a nyomtatás figyelésére szoktam használni, mutatja a telefonon a webkamera képét és az aktuális paramétereket. Az app értesítést is küld a nyomtatás befejeződéséről, bárhonnan is indítottuk el. Indíthatunk nyomtatást is az appból, és elérhetjük a pendrive-ot és a gép belső memóriáját is. Ha nem vagyunk otthon, és eszünkbe jut, hogy kinyomtatnánk valamit, akkor egy wifi-s okos elosztóval vagy konnektorral például be tudjuk kapcsolni a gépet, és a Creative Cloudon keresztül el tudjuk indítani a nyomtatást. Néha azért nagyon jól jön, hogy mire hazaérünk, ott vár minket a kész modell. A Creality Printben szeletelt modelleket feltölthetjük a Creality Cloudba is, ha később onnan szeretnénk nyomtatni. Szóval vannak lehetőségeink bőven, nekem viszont az Orca Slicer a kedvenc szeletelő szoftverem, amit szintén használhatunk a géppel. Megtalálhatjuk benne a K1C profilját és a legtöbb filamenthez tartozó beállításokat is. Az Orca Slicerben benne vannak a legújabb támasz lehetőségek, felületminták, kitöltés mintázatok, ironing, egyszerűbb modellszerkesztési feladatok, modelldarabolás és még rengeteg minden. A K1C-n zárt clipper van, a webes felülete nagyon látványos, jó funkciókkal, és csak egy böngésző kell hozzá, amibe beírjuk az IP címét. Ha valakinek viszont ez sem lenne elég, lehetőség van rútolásra is, ami a menüből gyárilag elérhető. Így akár nyitott klipperünk is lehet rajta, fluid felülettel, ami aztán tényleg a végletekig testre szabható. Ha hardveres testre szabásban gondolkodunk, arra is van lehetőség. Gyárilag terveztek hozzá oldalsó filamenttartót, amit csak ki kell nyomtatni és felszerelni. Vagy találhatunk hozzá tetőmagasítót, és az ajtót is átalakíthatjuk úgy, hogy teljesen kifordítható legyen. És most nézzünk néhány dolgot, amit a tesztelés során nyomtattam. Kezdjük az elejéről, ezt a kis Benji volt nyilván a legelső tesztalanyom. Megnézhetjük közelebbről is, egy alapbeállítással teljesen jó eredményt kaptunk. Sebességére már nem nagyon emlékszem, hogy hogyan nyomtatta, de körülbelül olyan 20-30 perc körül lehetett a sebessége az alapbeállításokkal. A következőkben egy ilyen oreós dobozkát nyomtattam ki, ugye kétféle színben, itt kipróbáltam a filament cserét is közben, mondjuk ezt nem nyomtatás közben volt a filamentcsere, hanem két külön modellt nyomtattam ki. Ez egy ilyen kis csavargathatós doboz, amiben tárolhatunk apró dolgokat.
Hát én nyomtatgattam bele ilyen kis dobókockákat, ilyen 6 oldalú, 10 oldalú, 12 oldalú dobókockákat. Nagyon kevés anyagom maradt a végén, és akkor ilyen pici dolgokat nyomtattam, hogy nehogy elfogyjon a végén a filament. Ezt a kis oreós dobozkát kétféle filamentből nyomtattam ki, használhatjuk akár egy darab oreónak a tárolására is, pont akkora a mérete, azt hiszem. Ez egy menetes szerkezetű, és a két menet tökéletesen passzol össze. Hogyha ezt így összecsavarom, akkor még ez a kis vonal is eltűnik, ahol a tető ráfed az aljára. Aztán nyomtattam még ilyen kis tesztkockát is, ami ugye azt hivatott ellenőrizni, hogy megfelelő méretpontossággal tud-e nyomtatni. Teljesen elégedettek lehetünk. Ez egy 2 cm-es kocka, azt hiszem, tökéletesen 10 mm pontossággal nyomtattak. Hát ilyen kisebb figurákat nyomtattam a gyerekeknek. Ez már le is van alapozva egy alapozó festékkel. Ez még ugye a nyers szürke színben. Egyéb modelleket is kinyomtattam, amiket először ugye alapozó festékkel lefújtam, majd akril festékkel lefestettem. Ezek ilyen képregény figurák, úgyhogy árnyékolni nagyon nem árnyékoltam, hanem egy-egy színt használtam ezekben. Itt egy másik modell, amit szintén lefestettünk. Nyomtattam egy ilyen kis festéktartó rekket. Ez a festéktartó, ez akár falra is felakasztható, vagy az asztalon, hogyha festés közben használjuk, akkor ilyen lépcsős módba állítható, és ebben el tudjuk tárolni szépen a festékeinket. Ezt is kétféle színű anyagból nyomtattam. A fehér az a Creality-nek a demo anyaga volt, amit ugye a készülékhez csomagoltak. Ez a menő sötét kék pedig a Flash Forge-nak a Galaxy Blue színe, azt hiszem. Akkor végül összegezném a tapasztalataimat. A Creality K1C egy olyan 3D nyomtató, amit érdemes figyelembe venni annak, akinek a sebesség és a minőség számít. Nagyon gyors és hatékony, az építési minősége kiváló. A webes felület és az AI kamera lehetővé teszi, hogy kövessük a nyomtatást, és kényelmesen beállíthassuk és monitorozhassuk a projektjeinket. Emellett a lehetőség, hogy karbonnal is nyomtathatunk, további sok oldalúságot biztosít. A zárt ház amúgy nagyon fontos ahhoz, hogy különféle anyagok nyomtatásánál a megfelelő hőmérsékletet fent tudjuk tartani. A készülék azonnal használatra kész, így nincs szükség komolyabb beállítási folyamatokra vagy extra konfigurációkra. Automatikusan beállítja magát, ami ideális választás a kezdőknek, de a haladó felhasználók is megtalálhatják a számításukat a Clipper rendszerrel és a rútolás lehetőségével. Azonban néhány hátrányt is említsünk meg. Elég hangos működés közben, ami zavaró lehet, különösen akkor, ha hosszabb ideig használjuk. A felső tető kialakítása nem a legpraktikusabb, jobb lenne, ha nyitható-zárható lenne a levétel helyett. Továbbá, bár a nyomtatási terület megfelelő, néhány esetben lehetne nagyobb is. Ha nagyobb méret kell, akkor mondjuk a K1 Max az alternatíva a Creality-nál, ami 30x30x30 cm-es dolgokat tud nyomtatni, maximum. Persze az ára is jóval magasabb. Ha a méret megfelelő, akkor a régebbi K1 is opció, de szerintem a K1C fejlesztései és plusz funkciói megérik ezt a felárat. Tehát a K1C egy erős választás a gyors és pontos 3D nyomtatáshoz. A nagy sebesség és a kiváló minőség kombinációja ideális lehet mind a hobbi, mind a szakmai felhasználók számára, bár némi kompromisszumot kell kötni a zajszint és a tervezési apróságok terén. Ha megtetszett a készülék, jelenleg kb. 190 ezer forintért érhető el a Geekbuying-nál kuponkóddal, amit a videó leírásában megtalálhattok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!